Az üvegművesség az üvegfúvással, az üveghutákkal kezdődik. Kertészfi Ágnes azonban nem tud fúvott üvegben gondolkodni, inkább szobrászilag képzeli és alkotja meg műveit. Már a középiskolában is szobrászszakra járt, és a szobrok az épületek világa mozgatta meg fantáziáját. Szerinte ennek a nyoma látszik most ezeken az üvegkis plasztikákon. Nem is meleg üvegből dolgozom, hanem síküvegből, ami tulajdonképpen már egy késztermék, egy hideg, már lehűlt, valamikor meleg volt gyártáskor, de lehűlt késztermék, és én azt dolgozom föl, mert így működik az agyam. Mondjuk én rám nem nagyon jellemző az, hogy ilyen nagyon tudatos lennék, de mégiscsak működik ez a vezérfonal, hogy szóval látszik, hogy összefügg minden mindennel. Van egy vezérfonal, egy, hát mondom, hogy én úgy, mondjuk én rám nem nagyon jellemző az, hogy ilyen nagyon tudatos lennék, de mégiscsak működik ez a vezérfonal, hogy szóval látszik, hogy összefügg minden mindennel. Van egy vezérfonal. Szobrok és az épületek körül forognak a gondolataim, és hát úgy jön egy gondolatmenet, és én azt követem. Szerintem inkább tudat alatt, mint tudatosan. Így utólag az esztéta, meg a művészettörténész kitalálja, hogy mit is jelent az egész. Eme különleges technológia készítésének rejtelmeibe is beavat az üvegművész. A tárgy megszületése az a kemence belsejébe történik. Én hidegen berakom a kemencébe, és ott engedem, hogy a 800 fok körüli hő egy bizonyos ideig érje, és ennek a hatására összeolvadnak az üveg részek, és egyé válik újra. Kertészfi Ágnes rengeteg alkotása közül Nagy András esztéta, a Janus Pannonius Múzeum képző és iparművészeti osztály vezetője válogatta és rendezte az itt látható üvegműveket. A művész teljesen a szakemberre bízta ezt a nem könnyű feladatot. Kertészfi Ágnes két különböző korszakkal találkozik ezekben a kis plasztikákban. A kiállítás szempontja számomra az volt, hogy itt azért egy nagyon erős anyag van, az pedig az üveg. És vannak esetek, és vannak művészek, ahol maga az anyag egy kicsit elviszi, az anyag technológiája, az anyag megművelése, az üvegművesség elviszi iparművészetbe a tárgyakat. Ezeknél a tárgyaknál pedig a válogatás szempontja az volt, és az ági művészetében ez benne van, hogy valahogy a forma és az anyag egyensúlyba kerül egymással. Tehát itt megvan az, hogy ezek a leegyszerűsített, geometrikusan absztrakt formák, ezek egyensúlyban vannak az üvegnek ebben a nagyon erős anyagiságával. Forma és anyag között nincsen billegés. Úgyhogy a 1980-as évek végén készült, 90-es évek elején készült emlékmű szobrok vannak itt, amik kapcsolódnak a pécsi Bauhaus és a pécsi modernitás hagyományához, illetve a 2010-es évek végén készült struktúrák sorozat, ami egy nagyon izgalmas aspektus a konstruktivista szobrászatnak. Itt a fény az üvegművek részévé válik. A megvilágítás nem mindegy. Csak ebben volt megvitatni valója a művésznek és rendezőnek. Egyetlen egy dolog volt ezeknek a szobroknak. Van egy nagyon lényeges komponense, ami más kis plasztikáknál nincs meg. Tehát egy kis plasztikának a feltétele a fény, a láthatóság. Az üvegszobornál viszont
a fény az nem csak a láthatóságát teremti meg a szobornak, hanem a szobor komponensévé válik, a műnek a részévé válik a fény. És itt ezeknél a szobroknál ugye ezt a fényt, ami mindig egy ilyen szétáradó, szétfolyó, megfoghatatlan közeg, ezt igazából ezek a szobrok rendezik struktúrába, rendezik a saját formaszerkezetükké a fényt, úgyhogy itt a vita csak arról volt, hogy ezek a szobrok meglegyenek egyenként mesterségesen világítva itt a teremben, vagy pedig egy ilyen természetes fény, illetve egy szórt fényt kapjanak, úgyhogy a művész és köztem csak ebben volt a vita, mert a művész egyenként látta a saját alkotásait, én pedig az egészet láttam, a kiállítást, mint olyat és annak az összhatását, de belement az Ági, és nem volt konfliktus köztünk. Letisztult, áttetsző üvegszínek és minimalizált motivumok jellemzik a 2010-es évek végén Kertészfi Ágnes által készült struktúrák sorozat műveit. A kamarakiállítás április 3-áig megtekinthető Pécsen a Modern Magyar Képtárban.